Nagyon sok szeretettel köszöntjük az egybegyűlt testvéri közösséget. A jó Isten áldását kívánjuk ezen egész szombatnapra. Isten tiszteletünket, imaóránkkal, egybekötött szombatiskolánkat az Üdv és Adventi Énekeskönyv 57-es számú énekével fogjuk kezdeni. Adjátok a Szent Bibliát kezembe. Thank you.
A 138. Zsoltárt olvasom. Magasztallak téged teljes szívemből, énekel áldalak az Istenek előtt. Szent templomod felé hajolok, magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert minden nyelven felül felmagasztalád a te beszéded. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Magasztallak téged, Uram, e földnek minden királya, mikor meghallják szádnak beszédeit, és énekelnek az Úrnak utaidról, mert nagy az Úr dicsősége. Noha felséges az Úr, mégis megáldja az alázatost, a kevét pedig távolról ismeri. Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz. Ellenségeim haragja ellen kinyújtott kezedet, és a te jobb kezed megment engemet. Elvégzi értem az Úr, Uram, a te kögyelmed örökkévaló, ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait. Amen. Méltó az Úr, hogy leboruljunk, és úgy imádjuk őt. Köszönjük, hogy egész héten velünk voltál, adtál erőt, egészséget munkánk végzéséhez, de most megkérünk, hogy jelenjél meg közöttünk, nyisd meg szívünket, elménket, hogy be tudjuk fogadni a tanítást, amit küldtél számunkra az igén keresztül. De kérünk, légy mindazokkal, akik nem tudtak eljönni betegség, öregség miatt, szombatnapi áldásoddal vedd őket is körül, hogy érezzék jelenlétedet életükben. Légy velünk is a nap további részében is, Jézus szép nevébe kértük kegyelmedből. Amen. Amen. Drága testvéreim! És mindannyian, akik a világhálón követnek bennünket, szeretettel köszöntelek benneteket ezen az imádság óráján. Amikor az imádságról van szó, akkor úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára köztudott az, hogy Édenben Ádám és Éva nem imádkozott, mert személyesen beszélgetett Istennel. Azonban az, amit szeretnék ma az közös imádságunk előtt veletek együtt megosztani, az az egy kis morzsa abból, amit az eheti és az egész negyedévi szombatiskolában fogunk tanulmányozni. Jelenések könyve számomra az egyik kedvenc könyv a Bibliában, Dániel prófétával együtt, és ebből szeretnék néhány ígét nagyon tömören, nagyon röviden megemlíteni. Nagyon sok emberrel találkoztam több mint fél évszázados lelki pályafutásom idején, aki azt mondta nekem, hogy a jelenések könyve az titok. Maga a neve, maga a cím, az Apokalipszis, akár görögül, akár magyarul, jelenések. Először is azt beszéljük meg, hogy a jelenések hányszoros jelenések, hány fokozatos kinyilatkoztatás. Így találjuk feljegyezve jelenések könyvének az első rész első versében. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amik meg kell lenni ők hamar, ő pedig elküldi az ő angyala által, megjelenti az ő szolgáinak Jánosnak. Ezt, amit elolvastam, menjünk sorjába, mert a szöveg nem egészen sorrendben állítja. Az Atya kijelentette Jézusnak, a Jézus kijelentette az angyalnak, az angyal eljött és kijelentette Jánosnak,
Jánosnak pedig az angyal azt mondta, hogy amit láttál, írd meg és küldd el a 7 gyülekezetnek. Akkor hányszoros kijelentés a jelenések könyve? 5-szörös kijelentés. Tehát nem titok. És ahogy említettem, tegnap este az Úr Jézus segítségével ma délután szeretném, ha mindannyian megbizonyosodnánk arról, hogy valóban jelenések könyvének legmélyebb dolgait is csoda egyszerűséggel a Biblia fényében meg lehet érteni. Azt olvassuk jelenések könyvében, hogy írd meg a 7 gyülekezetnek azokat a kijelentéseket, amelyeket második és harmadik részben is a több könyvnek egész végéig van. Lehet, hogy most azt mondjátok, Faragó testvér, miért olvasod ezt az igét? Azért, mert amit tudtok fejből, problémázni szeretnék. És ezért olvassuk el a 3. verset is. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, tehát a könyvben, amert az idő közel van. Nem szószedést szeretnék tenni. Miért mondja először azt, hogy boldog, aki olvassa egyes számban, és miért mondja többes számban, amit akik hallgatják és akik megtartják? Megoldottuk ezt a gordiusi csomót. Tehát egyes számban van az első tőmondat, a továbbiakban pedig többes számban. Miért? Nagyon egyszerű. Azért, mert a görög szöveg így hozza, hogy boldog, aki felolvassa jelenések könyvét. Ezért van egyes számban. És figyeljük meg a 3-as boldogságot. Ki a boldog? Az, aki olvassa. Ebben az esetben most én olvastam ezt az igét, ami azt jelenti, hogy aki mást felüdít, maga is felüdít, én is boldog vagyok. De rajtam kívül még kik a boldogok? Akik hallgatják, és akik megtartják az Istennek beszédét. A jelenések könyve, azért beszélek erről, mert a csoportokban, amikor tanuljuk az eheti szombatiskolai tanulmányt, akkor ez egy nagyon fontos kitétel lesz. Jelenések könyve, a szentélyszolgálat, jelenések könyvében a szentélyszolgálat áll középpontban. Jelenések könyve 7 látomásból áll. A 7 látomás mindegyike szentély jelenettel veszi kezdetét. És mivel ezek a látomások ott vannak egymás után, csak megismétlem, nyomatékosan szeretném hozni. Jelenések könyveinek középpontjában szentély áll, még ráadásul a mennyei szentély, és ebben a szentélyben Jézus Krisztus szolgálata. Azonban van egy másik központi része a jelenések könyvének, az, amit úgy nevezünk bibliaolvasó emberek jelenések könyvének a 14. részében, a 6-tól a 12. terjedő versekben, hogy 3-as angyali üzenet, vagy a 3 angyal üzenete. Nem ezekről szeretnék beszélni, csak mindössze egy morzsát szeretnék fületekbe ültetni. Ez pedig a jelenések könyve 14 résznek a 6. verse. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél van az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Kedves testvéreim, ti engemet lehet, hogy ismertek a Speranta TV-ről, azonban ma van az egyedüli alkalom, vagyis egy első alkalom arra, hogy közösen együtt latolgassuk a Szentírást. Én nagyon szeretem a Szentírás földön járó emberként latolgatni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Mit lát János? János látja azt, hogy az ég közepén, nem az ég alján, az ég közepén egy angyal repül. Ne vegyétek zokon a következő kérdésemet.
Láttatok ti már angyalokat repülni az ég közepén? Láttatok? Akkor ez mit jelent? Mit jelent az, hogy az ég közepén látott repülni János egy angyalt, és a másodikat, és a harmadikat is? Akkor beszéljük meg azt, mit jelent Jelenések könyvének e szövegében az angyal, amely az ég közepén repül, pontosítani szeretnék, kit jelképez? Mert tudjuk, hogy a Jelenések könyve tele van jelképpel, többet nem mondok, mert az időt másra spórolom, tehát tele van jelképpel. Kit jelképez ez az ég közepén repülő angyal, mivel ti is rábólintottatok az előbb arra, hogy ti sem láttatok még angyalokat repdesni az ég közepén, és én sem láttam angyalokat repdesni az ég közepén. Akkor kit jelképez? Elmondom Ellen Goldwine meghatározását. Az ég közepén repülő angyal azokat a hívő embereket jelképezik, akik szeretik az Isten igazságát, akik gyakorolják az Isten igazságát, és akik hirdetik az Isten igazságát. Nem minden hívő embert, nem minden bibliaolvasó embert, hanem azokat az hívő bibliaolvasó embereket jelképezik, akik szeretik az igazságot, gyakorolják az igazságot, és hirdetik az igazságot. És akkor tegyük fel magunkba a kérdést, hogy engemet jelképeze ez az angyal. Miért? Mert az angyal, az görög szó, ami le van magyarosítva, az angelos szó, ami azt jelenti, hogy küldött. Kit küldött el Jézus Krisztus, hogy hirdessék az evangéliumot? Az egyik szomszédot, a másik szomszédot, vagy engem? Veszitek észre, egyes számban beszélek, vagy téged is? Vagy kedves világhálón követő, téged is elküldött az Isten, hogy hirdesd az evangéliumot? Igen. Gondolatkört szeretném lezárni, és a következő problémát felvetni, ami azt jelenti, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy ezen a héten téged és engem jelképezette ez az angyal, vagy nem? Tudjátok, hogy mire építem fel? Ha valakinek hirdettük az evangéliumot, akkor bennünket is jelképezett az angyal. Ha hisszük, és persze, hogy hisszük, és gyakoroljuk az Isten igazságát, akkor bennünket jelképez az angyal. A másik nagy kitétel ebben a versben a következő, mit hirdet ez az angyal? Evangéliumot? Vagy valami mást? Mit ír a szöveg? Nagyon boldog vagyok, hogy ki is van vetítve, és azt mondja, hogy akinél van mi van az angyalnál? Az örökké való evangélium. Miért hangsúlyozza a kijelentés, az isteni kijelentés, hogy nem egy evangéliumot hirdet, hanem az örökké való evangéliumot hirdet. Mert kedves testvérem, mai keresztény világban nagyon sok evangélos létezik. Járjunk utána az evangélium szónak, ez görög nyelvből és ráadásul a hadászatból eredt, aminek a kereszténység új tartalmat adott. Mert amikor a görög hadsereg valahova elment harcolni, és győzött, akkor a hírnök evangéloszt hozott, evangéliumot, örömhírt hozott. És a kereszténység ezt új tartalommal töltötte meg, és azt mondta, hogy az evangélium nem más, mint Jézus Krisztus golgotai győzelméről szóló örömhír. És kedves testvéreim, van-e hamis evangélium? Beszél-e a Biblia hamis evangéliumról? Lapozzuk fel Galata Berekhez írott levelet, de mindjárt visszajövünk még ide az idézett helyhez.
Galata Berekhez írott levél első rész 6. és 7. versében a következőket találjuk feljegyezve. Csodálkozom, írja Pál, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Kedves testvéreim, van-e ma a keresztény világban keresztény ember, aki el akarja ferdíteni a Krisztus evangéliumát? Ahogy minden időn keresztül, mióta bejött a bűn a földre, az örökké való evangélium mellett vannak emberi evangéliumok is, ezért azt mondja Pál, hogy Sátánnak mindig az volt a célja, hogy a tiszta igazság közé, és ezt jól figyeljük meg, nem teszi félre a teljes bibliai igazságot, hanem a bibliai igazságok közé betűzdelje az saját tanítását a Sátán. És ez természetesen megint emberek által végzi. Visszatérek az eredeti igénkhez, itt azt találjuk, hogy az ég közepén repülő angyal, aki azokat jelképezi, akik szeretik az igazságot, élnek az Isten igazsága szerint, és hirdetik az Isten igazságát, azokat jelképezi. Kedves testvéreim, ha az elmúlt héten nem volt alkalmunk valakivel megosztani ezt az öröm üzenetet, a Krisztus golgotai győzelméről való örömhírt, akkor imádkozzunk most, amikor leborulunk imára, azért, hogy Istenem segíts meg, hogy a következő hét és a következő hetek ne múljanak el, hogy ne osszam meg az örökké való evangéliumot. Mert kedves testvéreim, a Krisztus golgotai győzelméről való örömhír meddig marad meg? Örökre. A megváltás tervét egy örökké valóságon át fogjuk tanulmányozni. Így van? Nem csak tartalmában örökké való a Krisztusról szóló örömhír, hanem időrendben is örökké tart. Kedves testvéreim, higgyük, éljük és hirdessük az örökké való evangéliumot, hogy mi is örömhírvivők legyünk az örökké való evangéliumnak, és mi is éljünk örökké Jézus Krisztussal. Amen. Köszönettel tartozunk a jó Istennek a reggeli üzenetért. Köszönjük szépen, hogy elküldte Faragó testvért a körünkbe, aki által ilyen időszerű üzenetet tolmácsolt. A felhívás értelmében hajtsunk térdet a jó Isten előtt, és kérjük őt, hogy legyen segítségünkre, hogy tényleg az ő hírnökei legyünk. Gyülekezetünkben betegeink vannak, akik kórházi ágyon feküsznek, bizonyára tudja a testvéri közösség Szentje Gyurika testvérünket. Nem tudok róla, hogy valami változás következett volna be, ugyancsak kómás állapotban fekszik. Tatával, apósommal kapcsolatosan elmondhatom róla is, hogy rosszabbodik az állapota, a vérzés nem tudták elállítani. Orvosilag mindet elkövetnek, de kérjük a Jóisten segítségét, és a tegnap, amikor meglátogattam, akkor azt mondta, hogy nem is tudja, hogy kérje, hogy valahogy jön a szombat, hogy imádkozzunk, mondom, Tata, bízzál, hogy a gyülekezet és a testvérek imádkoznak érted, amúgy érezzük a gondviselést ebben az élethelyzetben, és hajtsunk térdet, és imádkozzunk. Yeah.
segítségét kérjük, hogy ezt tudjuk megtenni a következő héten is életünk, hátrányúló életében. Most megkérünk, jó Istenem, légy drága betegjeinket, különösen Szentje Gyuri Kályért, Sámsoni Laci bácsiért, Bíró Iza testvéreit, és te mindeniket ismered ott, ahol van, segíts meg őket, hogy te benned bízzanak, és legyen meg szent akaratod az életünkben. Gyógyíts meg őket, ha megegyezik akaratodban. De légy a lelki betegekkel, azok, akik küldtenek, akik elmondtak téged, önöknek gyermekeinkért. Segíts meg őket, hogy úgy tudjuk élni, hogy világosság legyen a környezetünkben. Köszönjük, hogy meghallgass velünk leszel Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönjük, édes Istenünk, kegyelmedet, irgalmadat, mert mi fenntartasz irányunkat. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt az imádságunkat, és ismétesen lelked által elhasználjuk az imádkozást helyet, hogy együttesen nem megkemeljük a imaszolainkat, te hozzád meghallgatásért. Köszönjük a tanítást, meg ne részesítettél. Köszönjük, hogy életünk központja Krisztus kell legyen, ő így a szívünkben, hogy ezáltal közösségünk legyen az a Te avas közösségünk legyen egymással is. Könyörgünk, édes Istenünk, hogy áll meg ezt az egész napot számunkra, az államosság, hogy érezzük jelenlétedet, és lélekben fel tudunk emelkedni Te hozzád. Hogy kellőképpen megszenteljük a szombat napot a mai napon is. Könyörgünk a betegeinkért, beteg ágyainkat szenvednek, különösen Gyurikáért, a szobásért, és a közményekért, édes Istenünk. Tehát a nehéz helyzeteket, megegyezik szent akaratod, ahol mi szerint, hogy ugye a számára is nagy szükségünk volna jelenlétére, munkájára, de minden által legyen meg a tartalat, az édes Istenünk is, tehát az, hogy mi válik javultra, és a mi javultra is. Ezért, hogy ne felejtedünk, hogy továbbra is jövődött, hogy imádkozunk telefonoljuk. És adj nekik megpihenést a mai nap folyamán is, hogy vedd az a fájdalmat, nehézséget, problémát. Végezzék, hogy te velünk a tovább, és kegyelmet. Amen. 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 Mindenki vagy a mennyedben, szentelt a sikerült a neve. Hálásom meg, mindenki jelentésedet, figyelmeztetésedet, amit elég tártál, hogy a tanulmányozók tudjuk, hogy mi várnak és milyen csodálatos cselekedetet vittél végre a te szeretetedből, megmentő áldozatként a szent példáltal. Nagyon hálásan köszönjük, kérünk, hogy felváltod a mi tehetetlenségünket, hogy te rád vagy, nagyon nagy szükségünk van, ad a mi szívünkben, hogy szüntelen a te szent neved dicsőítethessék és magasztaltathassék mi bennünk és mi általunk. Soha ne hozzunk szégyent a te szent nevedre, hogy aki elkezdte bennünk ezt a jó munkát, Krisztus Jézus napjáig bevégezte. A te nevedért, az Úr Jézus Krisztus nevében kértük. Amen. Amen. Áldunk és magasztalunk, szerető Istenünk, azért, hogy van reménységünk benned, és Jézus Krisztus golgotai áldozata által az örök életben. Köszönjük, hogy megbíztál bennünket a legfontosabb feladattal, amit ember bűnös gyarló létére végezhet ezen a földön. Segíts meg bennünket, hogy követeid lehessünk, az örökkévaló Isten követei ezen a földön embertársaink számára. Add, hogy tisztán, makulátlanul hirdessük, adjuk át embertársainknak az üdvüzenetet rólad, a te győzelmedről, és arról, hogy veled is győzelemre juthatunk. Kérünk téged, áld meg minden beteg testvért úgy ebben a városban, mint az egész világon, és arra kérünk, hogy mindannyiunk és mindannyiuk életében legyen meg a te szent akaratod. Jézusunkért. Amen. Amen. Amen.
hálásak lehetünk a jó Istennek, hogy ezen reggeli, szombat reggeli órát az imádságnak házában tölthettük. Én különösen hálás vagyok, hogy ilyen szép számba vagyunk jelen az imaházba. Köszöntjük azon testvéreinket is, akik később érkeztek. Itt a lehetőségünk, hogy osszuk meg egymással, testvéreinkkel, ha valamilyen tapasztalatot szereztünk az elmúlt héten a jó Istennel. Miért vagyunk hálásak? Hogy érezhettük a gondviselést? Hadd erősítsük a saját tapasztalatunkkal a mi testvéreinket is. Ha szeretné valaki megosztani, itt az alkalom. Márta néni. Áldja meg a jó Isten Márta nének a tapasztalat. Bizonyára Márta néni betöltötte az elmúlt héten az angyal szerepet. Áldva legyen a jó Isten neve, és imádkozunk továbbra is, hogy a jó Isten adjon erőt Márta néninek, hogy még sokáig ilyen örömír üzenetet tudjon közöttünk és a körülöttünk lévő embertársaink. Köszönjük mi is nagyon szépen. A jó Isten áldja meg. Amen. Köszönjük szépen. Volna még valaki, aki tapasztalatot szeretne megosztani? Laci bácsi. Isteni gondviselésére szeretnék egy pár szót. Majd hetem járt falva szolgáltam. Egy Gyurik, aki nagy beteg, nincsen közöttünk. Nagy vágyolásom, hogy jöjjön beteg. És az ottani gyilkszáni prédikáció úgy gondolnak le, hogy először mindenki elmondja a tapasztalatán, vagy valamivel szolgál. Ő is kiállt, és nagyon szép bizonságot tettek, ülekedett elő. Az ő betegségéről, gyógyulásáról, reményeiről, amit a Jóistennek akarok. Boldogan tértünk haza. Nem tudtak, még ő vezette a kocsit is. És nem tudtuk azt, hogy tulajdonképpen mi vált el. Tehát ebből is lehet azt, hogy az isteni gondviselés is lehet olyan, amit én nem tudok előre kiszámolni. Bizonyára, hogy beleesett ebben a helyzetében, az én lelkemben azon, hogy fel volt készülve rá. Csodálatos a jó Isten, úgyhogy... Meg az elmúlt időszakban úgymond. Úgy legyen. Köszönjük szépen ezt a tapasztalatot, és Izabella. Minden nap megtapasztaltam azt, hogy a Jóisten mennyire vezet, és hogy gondja van rám. Minden nap éreztem egy imámra a választ, vagy egy olyan helyzetet alakított ki, ami számomra is meglepő volt, és nagyon boldog voltam a Jóistennek, hogy éreztem azt, hogy ő vigyáz rám, és gondja van rám. Áldva legyen az ő szent neve. Továbbra is érezzed ezt a jóisteni gondviselést, mindig belekapaszkodjál az ő erejébe. Köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. Volna-e még valaki? Áron testvér? Én hálás vagyok azért a dologért, hogy a jóisten ránk bízta a közbenjárás szolgálatát. És olyan jó leső érzés, amikor másokért tudunk imádkozni. És az biztos. Amen.
hálás vagyok azokért a fiatalokért, tehát a gyülekezetünknek különleges célval tanulmányozzák a Bibliát, végtelen az Jó Isten áldja meg ezt a csoportot, és segítség, ez a csoport segítségére legyen a többi fiatalnak, és úgy a gyülekezetnek is az épülésére. Én is nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezért a szombatnapért, az eddig elhangzott üzenetekért. Az utóbbi időben valahogy minden prédikációból próbálok valamit magamnak levonni, és segítségül szolgáljon, és kérem a Jóistent, hogy abból tanuljak, és a gyakorlatba is ültessem. Segítségre van a Jóisten, de egy küzdelem, de megígérte, hogy ő mellettünk van, és érezzük az ő gondviselését. Köszönjük szépen a tapasztalatokat, a jegyzőkönyvet fogjuk meghallgatni. Összefoglaló, április 13-án megtartott szombatiskoláról. A második tanulmány 4 csoportban vettük át, melynek címe Dániel és a végidő, alapige. Szól a király Dánielnek és mondta, bizonnyal a ti istenetek, ő az isteneknek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelentetted ezt a titkot. Dániel 2. rész 47. vers. Dániel a kevesen is hű volt, éppen ezért az Úr tudott vele dolgozni. Engedelmeskedett, Isten pedig megáldotta hűségéért. Vajon nem tett volna Isten valami hasonlót az ókori Izraellel egészével is, ha olyan komolyan és engedelmesen ragaszkodnak a Biblia tanításaihoz, mint ez a 4 fiatal? Dehogy nem. És ne tenne meg velünk is ma a végidőben, amennyiben hűségesek vagyunk. Dániel teljes mértékben Istennek tulajdonította azt, ami feltárult előtte. Alázattal és Istenre hagyatkozva nagyszerű bizonyság lett Isten mellett. Miután a király látta a hatalmas csodát, kétségtelenül meggyőződött róla, hogy valóban különleges az Isten. Szombatiskolánkat egy énekkel és imával zártuk be. Az Úr kegyelméből. Amen. Sunknak az északi sarkvidéki területek nyugati részén fekszik. Teljesen elszakad minden útvonaltól, szomszédos falaktól. Bemutatjuk Anthony Shermant, feleségét Irene-t és fiukat Hezekiát. Ők azért költöztek Sunknakba, hogy egy olyan missziós területen dolgozzanak, amelyre az alaszkai egyház terület már régóta keresett munkást. Azért költöztünk feleségemmel Sunknakba, mert ide hívott el minket Isten. Már jó ideje tartunk itten vakációs bibliaiskolát, és elérkezettnek láttuk az időt, hogy ide költözzünk. Így kerültünk ide. Amikor a Sherman család Sunknakba költözött, nem volt itt vezetékes víz. Fűteni is fával fűtöttek. Az első 3 hét alatt a kis gyülekezetben laktak, majd átköltöztek a szomszédos szolgálati lakásba. Már egyszerűen itt lenni is kihívást jelent, ismerjük az embereket, de egyetlen barátunk sem volt itten. A Fülöp-szigeten élő rokonaimat sem igen látogathatom, mivel nagyon messze vagyunk, túl sokba kerül az utazás. Az egyik probléma a maga szállítás, az éghajlat barátságtalan, a falu is tele van kihívásokkal. In the village.
Legalább itt van a férjem és a fiam, és Isten is velünk van. Az itteni munka nagyszerű tapasztalat számunkra, Isten akaratát követve kerültünk ide. Ennél jobb helyen nem is lehetnénk. Tony egészségügyi szolgálatokat nyújt a helyi klinikán. Munkatársaival együtt úttörő munkát végezve látja a lakosok egészségügyi problémáit. Foglalkoznak mindenféle problémával, öngyilkosságtól motoros számbalesetig. Ha az eset súlyossága meghaladja lehetőségeiket, egy mentőrepülőgép segítségével szállítják a betegeket a 250 km-nyire levő Kozbuéba. Munkájából adódóan Tony elnyerte a helybeliek bizalmát és tiszteletét. Egyetlen lehetőséget sem hagy ki, hogy barátokat szerezzen. A klinikán végzett munka mellett hivatásom részeként sok időt töltök gyermekekkel és idősekkel is. Minden hétfőn összegyűlünk az ifjúsággal szerény otthonunkban. És szerda esténként igyekszünk különféle lakosok otthonába eljutni. Csütörtökön esténként elővesszük a hangszereinket és együtt énekelünk a falubeli idősekkel. Szombaton van gyermek szombatiskola is, igyekszünk a felnőttekkel is összegyűlni. Szombat este újabb időseket látogatunk meg, igyekszünk annyi időt tölteni másokkal, amennyit csak lehet. Az imaházat és a szolgálati lakást a 70-es években építették, de csak a 80-as évek vége fele indult be a missziós tevékenység. Az épületet éveken át a Delta Junction adventista gyülekezet használta vakációs bibliaiskolának. Tony és Irene lakásukban tartanak bibliaórákat, mivel télen az imaház nem alkalmas összejövetelekre. Álmunk az, hogy egy szép nap emberek töltsék meg az imaházat. Jelenleg nem igazán alkalmas Isten tiszteletek tartására. Még nyáron sem. Sok munkára van szükség, jelenleg még tagjaink sincsenek, látogatók sem, az álmunk és reménységünk azonban az, hogy Isten gondoskodik itten is egy gyülekezetről. Szombatiskolai adakozás begyűjtése következik, kérném szépen a diakonusokat. Köszönöm. Felkészülés a végidőre című tanulmánysorozatunk harmadik tanulmányához érkeztünk, Jézus és a jelenések könyve címmel. Ezt a tanulmányt fogjuk csoportokban megbeszélni.
Kérem a tanító testvéreket, hogy 10:30 után 5 perccel fejezzük be a tanulmánynak a megbeszélését. Áldott tanulmányozást kívánok!